Ezek a felvételek tavaly az akkori János keresztésen készültek. Nepomuki Szent Jánost a folyók, a hidak és a halászok védőszentjének tartja a katolikus egyház. A legenda szerint ő volt a cseh királynő gyóntatója, akinek azért kellett erőszakos halált halnia, mert nem árulta el a királynő titkait. A szentről május 16-án városunk is minden évben megemlékezik. A rendezvény egyrészt gasztronómiai, hiszen ekkor választják meg az esztendő legjobb halfőzőjét, másrészt pedig vallási ünnepség. Természetesen lesz egy kulturális blokkunk, ami a színpadi műsor keretében kerül lebonyolításra, és lesz egy vallási része a rendezvénynek, amely természetesen a legfontosabb, hiszen Szent Jánosi városrészhez kötődik, a vízenjárok védőszentjéről Nepomuki Szent Jánoshoz köthető, és az ő szobrának a felhozataláról szól, amely természetesen egy vízi felvonulás keretében érkezik meg ide a Szentháromság térre. Ahol már elkészült a színpad, és a fabódék is a helyükre kerültek. Itt szombaton 16 órától táncházzal, zenés programokkal és borokkal várják a kilátogatókat. A rendezvény miatt több területen is megváltozik a forgalmi rend. A halászparton nem lehet majd parkolni, a Szentháromság teret pedig részlegesen lezárják. Bár pénteken gyakran elerett az eső, az előrejelzések szerint szombaton megszűnik a csapadék, így a János keresztés idején nem kell tartanunk az égi áldástól.